Tudom, tele van gonddal, mind a két kezed, de amint megbocsátasz, az egészet átöleled. Szerettük volna belerakni ebbe a dalba mindazt a gyerekkori nosztalgikus érzést, ami alapvetően nem városhoz kötődik, és azt hiszem, hogy ez Szajának most nagyon jól sikerült, és annak ellenére, hogy én nem Fehérváron nőttem fel, ugyanazokat a gyerekkori emlékeket, élményeket bele tudtam tölteni ebbe a Fehérváron szóló dalszövegbe, és azt gondolom, hogy aki egyáltalán nem kötődik Fehérvárhoz, mégis is talál magának olyan pontokat a dalszövegben, amihez kötődni tud. El se ballagtunk még, innen tovább szöktem, menekülök vissza, túl nagy a világ mögöttem. Azért választottuk Fehérvárat, mert már régebben is gondolkoztunk azon, hogy nagyon jó lenne dalt írni arról a városról, ami annyira közel áll a szívünkhöz, mivel hogy ott indult a zenekar, és engem és Mátét kivéve a srácok ott nőttek fel, szóval ez eléggé adott volt, úgyhogy örültünk a lehetőségnek, és teljesen természetes volt, hogy ezt a várost választjuk. A klipet Zimmer Bálint és Nagy Zágon találták ki, ők a rendező és operatőr páros. Az első alkalommal megszerettük mi is ezt az ötletet, és viszonylag hosszú ideig készült, de nagyon szeretjük és nagyon örülünk, hogy ez létre tudott jönni. A legnehezebb az volt a forgatáson, hogy novemberben forgattunk, azért nagyon hideg volt, főleg 33 méter magasban nagyon hideg volt. Ez eléggé megnehezítette a dolgunkat. Az utómunkát illetően pedig azért tartott ennyire sokáig a klip elkészítése, mert ugye azokat a köteleket egyenként ki kellett retusálni, és ezen egy nagy csapat dolgozott, úgyhogy ez volt a legnagyobb megpróbáltatás, azt hiszem. Emlékszem, amikor Bálint először megkérdezte tőlem, hogy van-e tériszonyom, akkor nem igazán értettem, hogy mi fog történni. Aztán előadta az ötletét, hogy akkor felrepítenek Fehérvár felé igazából, és hogy még egy óriás kerékközésbe leszek kötözve, és az körbe fog velem fordulni. Alapvetően azt gondoltam, hogy tériszonyom van, de ez annyira más volt ez a helyzet, hogy nagyon élveztem, és elkezdtem megérteni, hogy az emberek miért szeretnek extrém sportokat űzni. Tényleg egy életre szóló élmény volt nekem ez a forgatás, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte, és azt hiszem a visszajelzések is olyanok, hogy abszolút megérte bevállalni ezt az egészet. És ezúton is szeretném megköszönni a Road Movie-nak és az egész stábnak, aki nagyon keményen dolgozott ezen, hogy ez elkészülhessen. Szóval köszönjük a lehetőséget, és nagyon örülünk, hogy végre ti is láthatjátok. Egyelőre a legfőbb tervünk az, hogy elkezdtünk dolgozni a negyedik lemezen, és nagyon várjuk, hogy újra koncertezhessünk, reméljük, hogy ez minél hamarabb eljön, és reméljük, hogy ebből az időszakból táplálkozva közösen utána egy nagyon, nagyon mozgalmas és nagyon vidám jövő áll előttünk. Valószínűleg a lemezt azt egy éven belül fel fogjuk venni, és meg is fog jelenni, de egyelőre még nem tudok semmit ígérni. Augusztus 22-én a Városmajori szabadtéri színpadon fogjuk előadni a szimfonikus koncertünket, úgyhogy oda szeretettel várunk mindenkit.